lettem, hogy terülő, kegyelmi segítséget kapjon, hogy megfelelő hangulatban legyen. Kérem, imádkozzuk el közösen, ha most segíts meg Máriát. Most segíts meg Mária, úgy irgalmas szükszetem, keseregét a húnak hajnal, elosztati van hatalmat, hol már embernek segítjel, a te erőd nem törjük meg, hűj már a gyermekünknek, nem tesz hozzon megvetenek. Hol a szükség kínálnak, mutasd meg, hogy anyád vagy, most segíts meg Mária, úgy irgalmas szükszetem. Amen. Magyarok nagyasszonya, könyörög életünk, világ győzelmes királynő, könyörög életünk, a Fiú és a Szentlélek. Azért nem állom. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm mindazokat, akik eljöttek és szeretnék meghallgatni az engesztelésről, illetve a világ győzelmes királynője tiszteletére épülendő egyenlőre a lendő, a fontos benne, hiszen pillanatnyira a tervek, és amit el akarnak kezdeni, az egészen másról szól. A kápolna jelentőségéről, az engesztelés jelentőségéről nagyon sok szó esik majd. Én bevezetésként csak egyetlen gondolatot tennék. Amikor a szűzanya 1981. augusztus 16-án, amikor a világegyházban akkoriban Szent István királyunk ünnepét ünnepelték, adta Bobbi atyának azt a nagyon fontos üzenetet, ami Magyarországról és Magyarország engeszteléséről is szól, és tulajdonképpen ez valamennyiünknek a lelkébe kéne legyen. Egy mondatot idézek belőle, mert amikor Szent Istvánról beszél és a magyar nemzetről, akkor azt mondja, hogy az elkövetkező időben pedig szeplőtelen szívem győzelmének kivételes eszközéül adta. Ez a magyar nemzetre, a magyar népre vonatkozik. Ebből esőhetjük azt, hogy a magyar népnek ugyan feladata az engesztelés, de feladata és eszköz, nem cél. A cél az a világ győzelmes királynőjének, a szeplőtelen szívnek a győzelme. És ennek eszköze Magyarország engesztelése és mindaz, amit mondott. Nagyon fontos, mert az tulajdonképpen a középkortól kezdve, amikor újabb filozófiai irányzatok jöttek divatba, akkor már megszűnt az a nagyon fontos megkülönböztetés, hogy mit jelent a cél és mit jelent az eszköz. Ezért kellett ezt most így mondanom, mert manapság ez nincs a köztudatban. És akkor tisztelettel megkérjük a meghívott előadóinkat, hogy az általuk megállapított sorrendben tartsák meg előadásokat. Amennyiben ők hozzájárulnak, a végeztével pedig, ha bármi kérdés adódna, vagy hozzászólás, ám az a tekintetben. Jó. Jó. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, akik eljöttek erre az alkalomra, hogy együtt gondolkodjunk azokról a titkokról, amit Isten ma is meg akar adni. A keresztény ember szívébe is megfogalmazódik az, hogy miért van ez az állapot, ami ma van. Egyáltalán mi a megoldás ebből a helyzetből? Mi a kiút? Van-e erre esélyünk, hogy ebből el ne veszve kijussunk győzelmesen? Jézus egy nagyon szép imádságot adott nekünk, a mi atyánkot. Ebben nagyon sok minden fontos tartalom jelen van. Ez a kérem, hogy jobb. Nagyon sok fontos tartalom benne van. Az, hogy szentség, egyedül Isten a szent, aki előtt méltó az ember hódolata. Az Isten országa, az az ország, ahol minden ember számít. Nincs megkülönböztetés, mert Isten megteremtette azért, mert akarta. Mi az Isten akarata? Megteremtem az embert azért, hogy örök üdvösségre jusson. Ez az alap akarata. Mivel jelen van a bűn, nagyon fontosan megbocsájunk, hogy imádkozzuk, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, hogy mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Azért tartunk itt, ahol tartunk, mert nem tudunk úgy megbocsájtani, ahogy az Isten megbocsájt. És van a szabadítás. Egyedül Isten tud megszabadítani, és van egy másik, a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, az nem csak a testi kenyerre vonatkozik, hanem arra az eukarisztiára, ami az egészet összefogja. Egyé teszi, és lehetőséget ad arra, hogy növekedjünk általa. Milyen is volt a kezdet, hogy az nagyon fontos, hogy itt a megbocsátást elemezni. Megbocsátás írgalom. A Szent Háromság, az Atya, a Fiú és a Szentlélek, aki önálló isteni személy, az Atya és a Fiú közös szeretete a Szentlélek, ami megtestesül önálló isteni személyként. Ő maga a szeretet. Egymás között azonos lényegben árad ki a szeretet. Biztos, hogy a testvérek is megtapasztalták azt, hogy nagyon nagy szeretet van benne, azt szeretném átadni másoknak. Ilyen pontosan az Isten is, hogy átad. Meg akar osztani, ezért irgalomból létrehozta a világ mindenségét. De benne létrehozta a szabad akaratot is, az, hogy szabadon, ő nem kényszerít, szabadon lehet eldönteni, hogy akarom-e az Istent, vagy nem. Ilyen szabad akaratot kapott az angyalok és az emberek. Nagyon jól tudjuk, hogy bekövetkezett a dráma, sajnos nem minden létező engedelmeskedett Istennek. Az első angyalok, a főangyal, a hozzá csatlakozó angyalok nem voltak hajlandók engedelmeskedni Istennek. Belépett a bűn, elfordulás Istentől. Ennek nagyon súlyos következményei vannak ennek az elfordulásnak. Amint az embernek megvolt a jó emberi természete, jó akarat és a tiszta látása. Ebben a háromos egységben tudott megvalósulni az, hogy dicsőítette az Istent, a virágtól éltető életet továbbadta, és öröklésül tovább adta az utódoknak a földet. De mivel az ember hajlott a rosszra, ezért a jó akarat rossz akarattá, a jó emberi természet rossz emberi természetté, a tiszta látás homályos látása, és látjuk ennek a szörnyű következményeit. Mindenki tapasztalja a környezetében. Az elszakadás egyenlő a kározat. Ha megnézzük az Isten teremtését, Isten nem azért teremtette meg az embert, hogy elvesszen. Nem ez volt a célja. Az Isten képesség rejtve jelen maradt az emberben. Elrejtve, de jelen van. Az ember az Isten és a gonosz között van. Ha megnézzük az arányokat, ez nagyon fontos későbbiek során. Ha Isten egy óceán, hozzá képest a gonosz csak egy vízcsepp. De ugyanez az aránypár van a gonosz és az ember között is. De akkor most az Istent és az embert veszik alapul, ugye milyen parányi az ember. És pontosan ez a parányi ember, hogyha szabad akaratban Isten mellett dönt, akkor a gonosznak nincs. Nem tud vele mit kezdeni. Nézzük meg, hogy hogyan is válaszolt Isten erre a helyzetre. Isten megígérte azt, hogy el fogom a gonosz fejét tiporni. Nem maga az Isten fogja, hanem egy teremtett egy eszközt, boldogságot szűzanyát, aki mint teremtmény, szeplő nélkül való, bűn nélkül való, aki el fogja taposni a kígyó fejét. Ez a gonosznak egy hihetetlen vereség. Isten meg akar menteni. Az a szerető Isten, aki a teremtést méretetlen szeretette és irgalommal létrehozta, az nem egyezik abba bele, hogy a teremtmény miatt a legkedvesebb teremtményét, a teremtés királyát elszakadjon az Istentől. Ő helyre állított irgalomban. Helyre akarja állítani azt az eredeti szépséget, ami a bűn miatt elvezet. A szeretet lényegéből fakad az élet. Semmi másból nem fakad. A megvalósulás, a megváltás művében történik meg. Maga Isten az élet forrása. Ő ad éltető életet minden teremtménynek. Isten a szentség. Az a szentség, ami átragyogja az egész teremtést. Erre utal a teremtés könyvében az, hogy az Isten szent lelke ledegte az egész mindenséget. Isten megáldotta az egész teremtést. Isten meg akar tisztítani, hogy újra ez az eredeti ragyogás legyen. Isten igazságának a legnagyobb igazsága az irgalom. Nézzük meg, hogy Isten hogyan is akarta ezt a megváltás művét létrehozni. Isten nem önállóan önmagába akart mindent megoldani, hanem magát az embert bevonta. Így kiválasztott egy népet, láthatóvá akarta Isten tenni azt a világ népei között, hogy ki is az az egy igaz élő Isten. Így kiválasztotta a zsidó népet, és mivel a korábban ismertetett módon megromlott az emberi természet, rossz akarat, meg homályos látás, és bizony az Ószövetség arról szól, hogy az isteni akarat az Ószövetség népével a töredelmes szív. Ez azt jelenti, hogy a bűnbánat, őszintén szívbeli bűnbánat, ehhez csatlakozik az az Ószövetségi áldozat, ami a bűnökért való áldozat bemutatása. Ebben a töredelmes szívben tud megnyilvánulni az a irgalmasság, ami az emberi kapcsolatokat is meghatározza. És nagyon fontos az a hűség, amit a 10 parancsolatban az Isten kinyilatkoztatott. Ez kézzelfogható jele, ez szöges ellentéte annak a többi pogány kultusz vallásoknak, amik ott vannak. Itt maga a szeretet, ezeket a törvény rendelkezéseket Isten szeretetből hozta létre. 3 vonatkozik Istenre, 7 a fele barátra. Ebből a hűségből, hogyha az ember hű Istenhez, akkor igazságos tud lenni a hétköznapok során. Ez nagyon fontos az anyagi javakban, mindenhol. A tettekben való szeretet. Az, hogy Isten úgy akarta ezt megmutatni a világ népeinek, hogy ez a nép megcselekszi az Atya akaratát, hogy egyé válik vele. De erre föl mi volt a nép akarat? Nagyon jó lett volna, hogy ez így történik. De nem így történt. A töredelmes szép helyt kemény gyakó ez a nép, ahogy mondja Jákve. Az irgalmasság helyett az irgalmatlanság lép be, a hűség helyett a hűtlenség a 10 parancsolat áthágásában. Az igazságosság helyett az igazságtalanság. A tettekben megnyilvánuló szeretet helyett önzés, sanyargatás valósul meg. Viszont Isten kiválaszt embereket. Ebbe a kettős pólusba helyeződik bele Mózes és az összes proféták. Míg az előző esetben, ha Isten akaratát teljesíti az ember, akkor Isten áldása jelen van. Ez ma is ugyanígy igaz. De hogyha nem, akkor Isten büntet. Nem azért, hogy ő azt akarja, hogy büntessen, hanem a változás reményében adja ezt meg, hogy ez megtörténjen ez a változás. Viszont nagyon nyilvánvaló volt az, amikor Mózes fölmegy a Sínai hegyre, megkapja a 10 parancsolatot, a nép vétkezik. Ez annyira kiélesedik a dolog, hogy Isten el akarja pusztítani. Majd a te ivadékodból támasztok népet. De viszont Mózes könyörög. Könyörög Istenhez. Jákob, Izsák, Ábrahám, igaz szolgák érdemeiért. Ez már az engesztelésnek egy előképe. Az összes profétákra ez vonatkozik. Van Isten, van a kiválasztott proféta eszköz, aki tolmácsolja Isten üzenetét a népnek. Mózes szerette Istent, de a népet is szerette. De amikor Mózes azt látta, hogy hűtlen a nép, az fájt Mózesnek. Ezért könyörgött Istenhoz, hogy ne sültsezzek a. Tehát ő oda-vissza Isten szeretve, felabarátot szeretve, ez szintén előképelet majd az újszövetségi történésnek, szeretve a népet, elérte azt, hogy nem pusztított Isten. Tehát amikor a pusztában, amikor a rész kígyó esett a Meriba vízén, lehetne sorolni ezeket, hogy hogyan is történik. Ez végül is az igaz érdemekért Isten kész volt könyörülni ezen a népben. Viszont a teljesség az új szövetségben valósul meg. Az, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek nem engedte azt, hogy a gonosz elpusztítsa az embert. Az Atya szívének fáj. A Fiú engedelmes volt, mint halálig, a kereszt halálig. Ő szolgai alakot öltött. Eljött közünk. Ember képében ugyanúgy fölvette a mi természetünket. De az isteni természete ugyanúgy megmarad. Hasonló lett hozzánk kivéve a bűnt. Ő emberi alakban és szolgai alakban, rejtett jelként jelen van. Nagyon nagy jel, a tiszta szívűek meglátták az Istent. A gyermek Jézusban meglátták. Nagyon fontos a szívnek az állapota. Amikor elérkezik az idők teljesége abban az, hogy Jézus színre lép, keresztelő Szent János. Én csak vízzel keresztelek, de aki utánam jön, a tűzzel és Szentlélekkel fog keresztelni. Én arra sem vagyok méltó, hogy a sarok szíját megoldja. Ez a Jézus belépett a történelembe. Mit is hirdetett meg Jézus? Az Isten országát. A Az Isten országának alapvető vonása, ahogy Jézus többször beszél arról, hogy nem a saját magam akaratát jöttem megcselekedni, hanem annak akaratát, aki küldött engem. Tehát Atya és a Fiú egysége, és ő azt akarja az Atya, hogy a Fiúval mi is egyet legyünk, hogy egyet lehessünk az Atyával. És emellett egységben legyünk egymással. Ez nagyon fontos. Az, hogy igazi méltó áldozatot nem volt arra, ami eltörölje és kielégítse az Atya igazságosságát. Mert az Isten szentségéhez nem fér hozzá a bűn. Az csak a halál maga. Jézus volt az egyetlen igaz, méltó áldozat, engesztelő áldozat arra, hogy helyreállítsa az utat, minden ember számára a szabad akaratból dönt, akkor viszonyuljon Istenhez. Addig is az Ószövetség igazai a pokol tornácán várakoztak, várták ezt a nagy napot, hogy kiszabadulás, hogy Jézus alászállt a poklakra, hogy kiszabadítsa az igazak lelkét. Ezt nem egyedül akarta Jézus megvalósítani. Bevonni az embert. Keresztútban imádkozunk azt, amit az ember tönkretett, azt az ember hozza jóvá. Ezért Isten kiválaszt 12-t. A 12-nek nagyon meg kellett küzdeni azzal, hogy ők beleszülettek egy moralitásba, egy történelmi környezetbe. Jézus egy teljesen új, számukra teljesen új tanítást hozott be, amivel nem tudtak mit kezdeni. Három területen nem tudtak vele mit kezdeni. Az, hogy Atya és én egyet vagyunk, az eukarisztia, az élet kenyere, és az idő hamarosan nem látok, de hamarosan látni fogtok. Ezzel végképp nem tudtak mit kezdeni. Tehát nagyon fontos itt is a szabad akarat. Például ott van Máténak a meghívás, aki vámos volt, elhalad Jézus mellette, jöjj, kövess engem. Pénz vagy Jézus? Azonnal kellett dönteni, és döntött Jézus mellett. Igen. Tehát mi is az egyház? Egy közösség. Isten egy új népet akart létrehozni, amiből megvalósul az Atyának az az akarata, hogy jó kedvébe teremtette meg az embert az örök boldogságra, hogy a győzelem koronáját elérje mindenki. Ez a közösség az egyház, Isten népe. Azt akarta, hogy ez az egyház megváltott nép és királyi papság legyen, hogy betöltse azt a küldetést, hogy hirdessétek az evangéliumot az idők végéig, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, és amit feloldoztok, az föloldozva mennybe is, de amit megköttök, az meg lesz a mennybe is kötve. Ez az oldásatás kötése. Az, ami legkézenfekvőbb az egyházban, az eukarisztia. Ő a központ. Minden körülmények között az eukarisztia köt össze. Ő a megújuló áldozat, ahogy Jézus végtelen értékű áldozata árán értelmet kapott az emberi szenvedés. Egyesülhet Jézus végtelen értékű szenvedésével, szent sebeivel, szent vérével, és ezáltal Isten lelkeket tud menteni. Ez nagyon fontos a megmentésben. Az eukarisztiában szüntelenül megújul ez az áldozat. Gondolj bele abba a ténybe, hogy nincs olyan pillanat a 24 órában, amikor nem utassanak be szenvését. Kiárad az Isten irgalma szeretete. Körbejárja a Földet. Megszentel, átalakít, átlényegít. És ennek ellenére mit tapasztalunk? Látjuk, tudjuk. Itt van a szabad akarat, ami által az ember szentté válhat is, vagy éppen nem. Pontosan az valósul meg, hogy Jézus a fő. Ő a szeplőtelen áldozat, ő a szentek szentje, és ehhez a főhöz csatlakozik a test. Mi mindjárt Krisztus teste vagyunk. És nagyon fontos az, hogy ez a Krisztus testét ne sebezzük meg bűneinkkel. Önmagában az, hogy az eukarisztia itt van a világ legnagyobb csodája, bár föl tudnák fedezni az emberek ezt a mérhetetlen csodát, ami jelen van a templomokban. Az, hogy Jézus végtelen áldozata, amely végképp az átörődő bűnnek azt a következményét. Eltörölte, hogy el vagyunk zárva az Isten kegyelméből, de azok a hármas egység, az a rossz emberi természet, homályos látás, gyenge akarat, az sajnos megvan. Egy lehetőségünk van, ha szabad akarattal, ami szívben fogalmazódik meg, döntünk az Isten mellett. Ahogy az emberi történelme előre halad, sajnos a bűn is előre halad, ahogy Pál apostol fogalmaz, ahol túlárad a bűn, ott túlárad a kegyelem. Isten mindig gondoskodott. Külön itt most a szűzanyáról néhány gondolat. Szűzanyát mint jelet helyezi a világ szemébe. Először is őt úgy teremtette meg, hogy bűn nélkül való. Ezzel Isten meg akartam mutatni a bűn nélküli ember, aki rendelkezik az összes karizmával, Szentlélek ajándékaival, gyümölcseivel. Ő az, aki maradék nélkül betöltötte Isten tervét, és teljesen hű tudott maradni a megváltás művében. Amikor Jézus kereszten haldokolt, egyedül ő volt ott, aki végig szenvedte ezt a küzdelmet, egyesült rá. Ez nagyon fontos, erre tanít meg mindnyájunkat. Amikor Jézus föltámadt a halottaiból, először a szűzanyának jelenik meg, azt mondja, szeplőtelen anyám, a küldetésed hozzám befejeződött, a küldetésed az emberekkel van. Pontosan ezt a küldetést teljesíti azáltal, hogy a 18., 19., 20. században meg sokszorodnak a Mária jelenések. Többek között nagyon kiemelkedő a Fatima. A Fatimában meghívja az embereket, főképp az egyházban, a papokat, szerzeteseket és a világiakat egyaránt, hogy válasszuk az Isten útját, bűnbánat, 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 áldozat a bűnösségért. Sokan azért vesznek el, mert nincs, aki áldozatot hozzon értük. Ő erre hív mindnyájunkat, és ez az édesanyja, aki mindnyájunk édesanyja, kereszt tövébe, hogy miénk lett, nekünk adta, és ő azt akarja, hogy szent fiához bevenni az elveszett gyermekeit. Azóta továbbra is nagyobb válságokban, mélységekben süppett a világ. Jöjjetek, kedves gyermekem, jöjjetek velem együtt, engeszteljétek a súlyosan megbántott Isten. Tehát nagyon fontos, hogy az ember egyesüljön Jézus végtelen értékű áldozatában, az az áldozattal, ami örök és eltörölhetetlen, és vele együtt olyan jegyeket hordozhatunk a lelkünkben, testünkben, ami hasonlóvá tud ő hozzá tenni, és megadja azt a kegyelmet, hogy ne nézzük tétlenül a dolgokat. Legyen fontos számunkra az, hogy el tudja Isten a büntetést törölni. Így is sok engedelmes közösség létrejött, meghallották szabad akaratból ezt a hívást, így nagyon sok büntetés már elmarad. De még nagyon sok van még vissza. Nézzük, hogyan is tud az ember engedtörővé válni. Az egyén útja. Először is kell egy szabad akaratú döntést hozni az embernek. Az, hogy eljutni egy igazi bűnbánatra. Mi ez az igazi bűnbánat? A törelmes szív. Amikor megérzi az ember azt, hogy megbántottam az Istent. Ha az ő teremtését helytelenül kezelem, vagy rosszul az emberi kapcsolataim teremtésben, megbántam az Istent. Nagyon fontos ez a szívbeli odafordulás, ahogyan a tékozló atya története, vagy a fiatal fiamkor visszajön, hogy atyám, arra sem vagyok mérte, hogy fiamnak szól Istenre, hogy a béreseid közé fogadj be. Nagyon fontos ez a komoly, mély megbánás. Ebben a megbánásban nyilvánul meg egy állandó megtérés. Az, hogy szeretett az Isten. Az, hogy ő szeretetbe hozott létre. Minket akar az Isten. Fontos vagyok az Isten számára. Akkor eljutottak által, hogy amikor megérdem, hogy mi is az Isten akarata. Megérdem az evangélium igazi üzenetét. És a szívembe egy életformába tud válni. Evangélium szerinti igazi élet. De viszont, ha én ezen az úton haladok, arra számíthatok arra, hogy itt nagyon sok ellenvetés lesz a világban. Ez egyedül nem megy. Nagyon fontos, hogy felajánljam magamat. A szent sebeibe, a szent vérbe, a szent keresztáldozatba, a két legszent sebeibe, a szent vérébe, szűzanya fájdalmaiba. Így egyesítve, ahogy Jézus mondja, hogy nálam nélkül semmit sem tehettek. Meditálásán az ember elveszik. Semmi. De ő általa, ő vele minden. Amikor a gazdag ifjú elkeserődik, amikor Jézus meghívja és eloldalog, akkor kérdezik a tanítványokat, de hát Uram, akkor kiüdvözülhet. Embernek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. Az, hogyha én egyesítem az életemet Istennel, akkor minden lehetséges, akkor áldozatot tudok hozni a bűnösekért. Ami az az igazi, amikor nekem is az fáj, ami az Istennek. Tehát egyrészt őszintén, tehát ez egy folyamat, tehát ezekbe állandóan lehet növekedni. És akkor eljutok oda, hogy ezt bátran meg tudjam vallani az emberek előtt, hogy van egy jó hír, egy örömhír, hogy mindenkinek üdvössége van. Ebben egy állandó növekedés kell. A saját végességemet le kell küzdeni. Szembesít Isten azért, hogy ő fölépítse az új embert. Ott van például Pál és Péternek az élete, ez nagyon jó tükrözi ezeket az állapotokat. Na, hogyha megnézzük ezt közösségi szinten, nem csak egyéni, elsősorban egyénileg kell ennek létrejönni, közösségi szinten a bűnbánatban az ítélet helyett irgalom. Valamikor Isten megmutatja az, hogy a másik embernek a bűnét. Az nem azért, hogy azt elítéljük. A Jézus is, hogy meglepődtek rajta, hogy nézd a parádnak a bűnösök és a vámosok barátja. Ugye nem az egészségesnek kell az orvos, hanem a betegnek, tehát a bűnt el kell ítélni, de a bűnöst szeretni kell. Pontosan erre tanít meg arra, hogy a közösségben az irgalom által szeressük. És akkor tudjuk az evangéliumi tanácsokban segíteni őt abban, hogy ebből ki tudjon jönni. A közösség attól közösség, hogy egymás segítik. Akkor nagyon fontos a közös elszállás, odaadás Isten számára. Azt, hogy Istenhez tartozunk. És Isten megadja azt a kegyelmet, hogy ebben a közösségben megnyilvánul az Isten irgalma, megnyilvánul az ő szeretete, az ő királysága. És ez hihetetlen megtartó erő, és egy újabb elhatározás születik meg, hogy mi nem a világhoz tartozunk többé, hanem onnan kiragolott Isten. Ahogy Jézus a főpapi imájába imádkozza, hogy nem azt kérem, hogy vedd el őket a világból, hanem tartsd meg őket az én nevemre. A nagyon fontos a szívbeli egyesülés, elsősorban Jézus végtelenértékű kereszt áldozatával, és nagyon fontos az, hogy egymás sebeit, fájdalmait hordozzuk. Ez hihetetlen gyógyító erő, hihetetlen erőt kap. Erre tanít meg keresztúton Jézus és Szűzanya, amikor az ő két legszentebb szívük egyesül a fájdalomban, a szenvedésben, és erőt kaptak ahhoz, hogy szeretetben legyőzzék ezt a fájdalmat. Engesztelésnek egy nagyon fontos tényleges vonása. Akkor így meg tud nyilvánni azok a közösségi tettek, ami a világ számára nagyon nehéz, az Istennek átadott életű embereknek egyáltalán nem nehéz. Nagyon fontos, Isten gondolkodik abban, amikor egy nemzetet hív el. Annak idején az Ószövetség népében a zsidókat hívta. Ebben az új időben, Mária korszakában Magyarországot hívta el Isten. Magyarország engeszteléséért kész vagyok az egész világon könyörülni. Itt hogyan nyilvánul meg a nemzeti bűnbánat? Esedezés irgalomért, esedezés az eleink bűneiért, esedezés azért, hogy legyen irgalmas hozzánk, hogy ne kövessük el újra ezeket a hibákat, ezeket a bajokat. Az evangéliumi életben a magyar szentek útján, akik előttünk jártak, azok tökéletesen példázták az adott körülményekre viszonyítva, milyen az, hogyha én a megfeszített Jézushoz, aki dicsőségesen föltámad, ő hozzá tartozom. A magyar szenteket nem csodálni kell, hanem követni. Pontosan, ahogyan a magyar szentek a maguk történelmi helyzetükben megtalálták Istenhez az utat, ugyanez az alapképletek ma is jelen van, mert Atya azt akarja, hogy legyetek szentek, amint én a ti mennyei Atyátok szent vagyok. Jézus is mondja, legyetek tökéletesek, amint a ti mennyei Atyátok tökéletes. A felajánlásban pedig a Szent Istváni király örökségét kell továbbvinnünk, ahogy Szent István király felajánlotta ezt az országot Szűzanyának, itt törvényes jogutódlás történt, a korona az valójában a Szűzanyáé. Az ő tulajdona. És ezt a történelmi tényt kell nekünk, mai élő magyaroknak megvalósítani a mindennapi életünkben, hogy mi az ő szeplőtelen édesanyjákhoz, magyarok nagyasszonyához tartanak. És egyesülünk az ő végtelenértékű áldozatával, ahogy a nagy testvéreink, a szentek, a Lárpátazi szentek és a korunk szentjei is ezt példázzák, például Mindszenty Bíboros, Galgóczy Erzsébet, Kaszap István lehetne sorolni, akik fölismerték Istennek ezt a nagyszerű tervét, hogy Magyarország engesztelését kész vagyok könyörülni, ahol 10 ember feltétel nélkül elfogadja egymást, ott egy világot megmentek. Valaki ezt a szívében megérti, ez olyan kincs, amit olyanokkal tudunk válni, mint az a szántóbetű, aki megtalálja az igaz kincset, elmegy, aladja mindenét, és megvásárolja ezt a földet, hogy birtokolja ezt a kincset. hogy pontosan ezekben a megvallásban mi Mária országa vagyunk. Mi az élet országa vagyunk, az Atya, és a Szentlélek országa vagyunk. Nekünk erről kell tanúskodni a mai világban. És azzal a szeretettel kell odafordulni a bűnösökhöz, hogy szeretünk, nem vagy elítélve. És mekkora öröm az, amikor az ember így cselekszik, és megtapasztalja azt a szeretet kiáradást, ami Isten kiáraszt mind a kettőre, arra is erre két emberre kiárasztja. Tehát Isten mindig hatalmasabb az a tény, ami nem látható, az egyedül csak a szívben érzékelhető. Ez az Isten szentsége, az Isten valósága, Istennek az akarata, és az a cselekedet sorozat, amit Isten nap mint nap megcselekszik. Viszont az, hogy az ember elsődlegesen érzékszervekkel érzékeli az őt körülvevő valóságot. Isten gondoskodott arról, hogy legyenek olyan szakrális helyek, emberi szemmel is, érzékszerveinkkel is érzékelhető helyek, ahol megvalósul ez a láthatatlan örökké valóság. Ennek a hordozói, ennek lehetnek a képek, szobrok, templomok. Az, hogy Isten minden lefoglal helyeket magának. Azért, ahogy Ószövetségben is pontosan meghatározta a Szent Sátornak, hogy milyen legyen. Milyen érdekes, amikor egész emberiséget érintő kegyelmi kiáradásról van szó, akkor a látható jeleket nagyon pontosan meghatározza Isten. Következménye van annak, hogyha valaki ezt hűségesen teljesíti, és következménye van annak, ha nem teljesíti. Ilyen a Szent Sátor, az Ószövetségi szertartások, bemutatás, ez nagyon pontosan elő volt írva, és azóta a történet során, jelenések során, nagyon például Havas boldogasszony, hogy hol legyen a helye, Isten meghatározta, meg a jelenési helyeken templomot kért Isten. De van egy templom, amit nagyon pontosan meghatározott, ez a világon a negyedik olyan templom, amit nagyon részleteiben meghatározott. Láthatóvá akarja tenni azokat a kegyelmeket, amit Isten az engedelmesen keresztül a bűnök eltörlését, az újjászületést, a megmenekülést a kárhozattól, az üdvösség elnyerését akarja eszközölni, hogy már itt a világban ne pokol legyen ez a föld, hanem ez a mennyországnak az előképe legyen. Van egy ilyen hely, amit Isten kinyilatkoztatott Natália nővéren keresztül. Testvérem Balázs fogja ezt bemutatni, hogy hogyan is akarja Isten a szeplőtáján édesanyák királynői székhelyének a helyét, formáját, kivitelezését hogyan akarja megvalósítani. Nagyon nagy részletességgel történt ez, meg ez a kinyilatkoztatás, ez olyan hord erejű, tehát az, hogy még egy záró gondolat, az Ószövetség és a magyar nép között nagyon sok párhuzamos vonás van, annak ellenére, hogy mind a két nép rengeteget vétkezett Isten ellen, de mindig voltak hűséges szolgái, akikon keresztül megnyilvánul az Isten irgalma, megnyilvánul az, én akarlak téged, ember, én akarom azt, hogy neked életed legyen. Átadom azt.